Jó napot, igen. Jó napot kívánok. Pulikutya iránt érdeklődenék. Most vitték el éppen. Hú, nem lehetne visszahozni. Nem, ám a kanonok úr vette meg a felső részi apát. Ó, a francba. És ó, nincsen még vagy három? Volt 6 darab. Az anyjuk, egy... anyjuk nincsen meg? De még van anyjuk, apjuk, törzskönyves. Na, uram, megbeszélhetnék magával valamit? Igen. Csak akkor figyeljen, jó? Na, én mindegy, ne szóljon bele, majd csak a végén én megvenném a anyát, nagyon sok pénzé, de hogyha beleegyezem, én kutyával, pitbullokkal akarom majd széttépetni. 150 ezeret adok az anyáért. Na, nem adom én el. És hogyha azt mondom, hogy csak fel akarom őt növetni? Na, nem, nem adjuk el. Na, akkor ki is, na, akkor ki is vitt el azt a kutyát? Hagy halljam, még egyszer. A felső részi apát. Na, és ez ki ez? Prépost a felső részi templomba. Na, majd én ezzel beszélek ám. Az nem adja el magának. Tudja, hogy miért vitte el az el egyáltalán? Miért? Elvágja a nyakát és felszenteli ott a szent helyet. Húsvétkor ez a divat. Azért... Adjuk már, hát, majd... hát mindig van neki, csak ellopták neki a puliát. Elásta, mert utána mindig elvágta neki a nyakát. Nem ez... igaz az. De én ezt be is tudom magának bizonyítani. Az és tudja, hogy én állatvédő vagyok, és én tudom, hogy én ez így megy. És ez az apátsági Béla, ez ezt csinálja. Nem hiszem el. És adott maguknak pénzt érte? Pénzt, hát hogy ingyen adjam törzskönyvezett kutya. 7000-vel vitték, 6 darab volt. Na, és elvitte mindet, ugye? Nem mindet. De 3-at elvitt azért egyet legalább. Egyet vitt el, már csak egy volt most. Az fel is szentelik, nyakmetszés és cső. Akkor felszenteli, mit csináljak vele? Hát azért ilyennek odaadni. Hát én is kifizetem az anyának a pénzt, azt én meg széttépetem kutyákkal. Mit bánom én, de nem eladó. Hát akkor meg el lesz lopva. Hát lopja el. Na, rendben van. Sörbe megegyezhetünk? Meg. Mennyit? Milyen sörbe? Amstel. Ha de már, miért? Mi egyezze sörbe? Hát elmegyünk, megiszunk vagy 2 sört, azt már ingyen is viszem a kutyát. Nem kicsit... viszi ezt maga, be se gyűni este maga. Dehogy is nem megyek én. Nem. Na majd meglátjuk. Na köszönöm szépen. Jó van, viszont hallásra.